Ősztől új épületben kezdheti el működését a kolozsvári Tóközi Református Egyházközség által létrehozott óvoda. Az egyház 20 éve működtet óvodát a templom alaksorában, amelyre nagy igény mutatkozott a kolozsvári negyedben. Eddig magánrendszerben, állami támogatás hiányában működött, és a régi helyszínen nem volt esély akkreditációra. Ebben az épületben ősztől 60 gyermeknek helyet biztosítva akkreditált intézményként kezdheti el működését a kolozsvári Tóközi Református Egyház által működtetett óvoda. A kolozsvári önkormányzat múlt heti ülésén az 1000 négyzetméteres területen fekvő, sportolásra és szabadidő eltöltésére is alkalmas övezetet is magába foglaló ingatlan rendeltetését magánházról óvodára változtatta, amely ezután állami támogatásban is részesül. Az épületet az egyházközség Magyarország kormánya által nyújtott támogatásból vásárolta meg és újította fel. Számunkra ez nagy öröm. Határozott, nagyvonalú és nagyon hatékony segítség abban a munkamenetben, amiben mi már hosszú idő óta elköteleződtünk, ezt a lépést önerőből nem tehettük volna meg. A magyar kormány több mint 75 millió eurós óvodafejlesztési programja 2006. decemberében indult el Erdély szerte, amelyet erdélyi bölcsődék és óvodák építésére, illetve meglévő óvodák felújítására, játszóterek építésére, felszerelésére és képzési programok beindítására nyújt. Ennek a 75 millió eurós programnak a keretében több mint 200 helyszínen épül, bővül, újul meg óvoda és bölcsőde. Ez azért nagyon fontos, mert Erdély szerte, de nem csak Románia szerte hatalmas probléma, elsősorban a bölcsődei helyek hiánya. Míg 1990-ben Romániában több mint 90 ezer bölcsődei hely létezett, ami a 3 év alatti gyerekek szüleinek nyújtott támogatást a gyermekgondozásban, ma az országban alig 18 ezer bölcsődei hely van, és ebből csupán pár száz a magyar nyelven működő intézmény.